Ezt az epizódot a Navona Fashion támogatta. Ez itt a Tudatosság Podcast. És hogy miért pont tudatosság? Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit. Még az ítélkezést sem. Én Dienes Maja vagyok, ez pedig a Tudatosság Podcast. Sziasztok! Itt vagyok az új évaddal, és megjött az első vendégem is, aki Palacska András, aki korábban már volt közös vendégünk Nikivel. Most csak az enyém lesz, csak az enyém. Csak azért, hogy legyen egy kis röhögés az elején. Mindörökké, drágám, mindörökké csak a tiéd. Na, úgyhogy... Erre a 10 másodpercre. Igen, erre a 10 másodpercre. Szóval Palacska András a első vendégem, és az arról jutott, hogy hát fú, először szerintem, aki nem ismer, egy picit mutatkozzál be, mert nem biztos, hogy mindenki ismer, aki most hallgat, vagy néz minket. Úgyhogy egy pár mondatot, ha mondanál, accessről, tudatosságról, az utadról, hogy így ezt a laza x évet, ezt így néhány évet foglald össze, légy szíves nekünk két és fél mondatban, rövid két és fél mondatban. Oké. Folyamatos kereső vagyok, és hál' Istennek, illetve talán a saját képességeimnek mindig sikerül valami izgalmas lehetőséget találni. Így találtuk együtt ugye annak idején az Access-t, a Sedona módszert, Matrix energetikát, mindenféle olyan bolondságot, ami... Abraham Hicks tanításokat, még azt ja, is, ja, nem? Ja, igen. Meg sok mindent. És tehát egy csomó dologba így fejest ugrottam, amit így megtaláltam a kéréseim nyomán. És hál' Istennek jó társam voltál benne, úgyhogy, nem egyedül nyomtam ezt a dolgot. Buddhista főiskolára jártam. Gyakorlatilag egy csomó mindenen végigmentem. Egy dolgot nem tűrtem, a dogmatikát. Uh-huh. Úgyhogy az összes módszer, amivel találkoztam, az mind-mind inkább eszközök, mint fix nézőpontok, és azon belül is abszolút arra alapoznak, hogy te mit tudsz, mi az, ami izgalmas lehet, és kibontja az ismeretlent. Mindig is ez érdekelt téged, vagy így, tehát, hogy az eleinte, amikor egy-egy módszerrel megismerkedtél, azért azok még egy picit dogmatikusabbak voltak, nem? Talán. Igen, igen, de most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szinte hol találsz olyat, ami nem dogmatikus. Igen, igen. Tehát ezek, ugye még a buddhizmus is abból indulnak ki, hogy mi a te személyes tapasztalatod, csak aztán az emberek hajlamosak dogmát csinálni mindenből. Felfedeztem valamit, hadd kapaszkodjak bele. Nagyon erős erre a tendenciánk. Valószínűleg ezért van az, hogy a buddhizmusnál is a csannál kötöttem ki, ahol ott van, hogyha találkozol Buddhával, akkor öld meg. Tehát még azon is lépjél túl, amit tekintélynek, vagy valami nagy végső igazságnak tartasz. Persze ez nem öncélú, nem csak arról szól, hogy akkor én, hanem az a legbelsőbb tudás, ami úgy én, hogy nem egy ilyen nagyon definiált, nem egy egós én. Mm. Az lehet, hogy az én, az már mi? Tehát, hogy ez már nem lehet. Én, hanem... Lehet. Ezt, tudom, hogy ezek ilyen érdekes fogalmak, csak így néha ez szokott jönni nekem, hogy amikor elkezdek beszélni valamiről, és szétoszlik annak a fogalma, hogy én, és már nem tudom kimondani, hogy
én, és akkor azt akarom mondani, hogy mi. Tehát, hogy így valahogy így átmegy, a szóhasználat így átalakul, valahogy így magától és tök természetesen. De olyan nehéz ezekről a fogalmakról néha beszélni, hogy most megint rögtön olyan, mint egy fejest ugrottunk volna valami hihetetlen mélységbe, de nem bánom, majd kicsit fölhúszunk kicsit a felszínre, hogy így mindenki értse. Gyakorlatilag, amikor felfedezed azokat a legmélyebb nagyszerűségeket és lehetőségeket arra, mert egyre kevésbé tudod azt mondani, hogy én vagyok a fasz a gyerek, hanem hogy milyen nagyszerűek vagyunk mindannyian. Igen. Mi az a végtelen potenciál, ami mindenkiben ott rejlik, amit ki lehet bontani, ami egy ilyen totális meglepetés, és amikor elkezdi ezeket elismerni és felismerni az ember, akkor nem nagyképűvé teszi, hanem jó értelembe vett alázatot tud hozni. Persze ide-oda billeg az ember, és hát ott van a fasz a gyerek vagyok, meg ott én van a... Én vagyok a fasz a gyerek. Persze, az is ott van, és ezzel sincsen baj, de ez egy nagy buli. Nagy buli. Na, hát egyik furcsa témából szerintem ugorjunk át a következőbe, és amit már így kitaláltunk, az, hogy beszélgessünk egy kicsit az entitásokról, és mi is ez a téma, és mik azok az entitások. Az előző részben egy pár szóval említettem egyébként ezt a dolgot, de mi van akkor, hogyha egy picit most mélyebben belemegyünk ebbe az entitásos témába. Mit nevezünk entitásnak az Access nyelven, és szeretném azt is így arra is fölhívni a figyelmet, hogy amit entitásnak nevezünk, azt hétköznapi nyelven néha szellemeknek nevezik, vagy milyen más szavakat szoktak még erre használni? Kísértetek, igen. És tehát, hogy nagymamám. Igen. Tündérek. Igen. És ezek azért érdekes, hogy az Access azt mondta, behozta ezt az entitás megnevezést. Azt hiszem, magyarul nem nagyon használjuk ezt a kifejezést általában más témákban, vagy így általánosságban. Viszont nagyon érdekes, hogy az angolok, az angol szászok, azok használják. Tehát például azt mondják, hogy legal entity. Tehát az, hogy van az a ugye magyarul azt mondjuk, hogy van természetes személy, és akkor van mondjuk cég, vagy egy vállalkozás, egy jogi személy. És azt, hogy jogi személyt ők például legal entity-nek nevezik. És szóval, hogy angolban sokkal nem szuper használó, tehát nem minden második bokorban látjuk ezt az entitás kifejezést, de azért használják a hétköznapi nyelvben is. És szerintem ez egy nagyon jó kifejezés arra, hogy az összes olyan fogalmat, ami hozzáragad egy olyan szóhoz, amikor azt mondjuk, hogy szellem, vagy azt mondjuk, hogy kísértet. Egy csomó, ugye kimondom, és már ott van az, hogy kísértet, szellem. Ugye nem akarok róla tudni, nem akarok vele foglalkozni, az félelmetes, az blablabla, bla, bla, az összes ilyen cucc, ami ezekhez a szavakhoz, önmagukhoz tapad már, azt kvázi kikerüli egy olyan kifejezésnek a használatával, amihez nem ragad ennyi nézőpont. És én ezt nagyon-nagyon szeretem az Access-ben, hogy nagyon sokszor megtalálja ezeket a módokat arra, hogy a kivetítéseket és azokat a rávetített dolgokat kevésbé vonja be. Nincs akkora töltés rajta. Igen, úgy szoktam mondani, hogy nem egy terhelt szó az, hogy igen. Entitás. Tehát ahelyett, hogy júj, de nevér, azt mondjuk, hogy éjjeli lapatyika, és akkor már kevésbé félünk pontosan tőle. Pontosan így.
És ezt csinálja az Access egy csomó mindennel, és többek között az entitásokkal is. Na, de hogy miket is nevezünk entitásoknak, így elkezdünk bedobálni dolgokat, hogy miket nevezünk entitásoknak, vagy esetleg szeretnéd így inkább így végvinni, így összefoglalnia? Nekem az jut eszembe az egész dologról, hogy ha tudatosságot nézzük, akkor ugye minden molekula el van árasztva tudatossággal, minden tudatos az egész világban. Viszont ezek közül a molekulák közül nem mindegyiknek van, vagy nem olyan mértékű a mondjuk úgy személyisége. Uh-huh. Különböző mértékű személyiségek vannak. Tehát van egy ilyen keleti megfogalmazás, hogy a rózsa is, meg te is egy gyönyörű kifejeződése vagytok a Istennek, vagy a teljességnek, vagy az univerzumnak, vagy a tudatosságnak. Annyi a különbség, hogy te önreflexióval bírsz, míg a rózsa egyszerűen van, adja magát, de önmagára nincsen tudatossága. És hogyha elgondolkodok azon, hogy milyen mértékű személyisége van ezeknek az energiáknak. Van egy olyan, ami mondjuk, hogy maja, uh-huh. ez a test, ez a történet, ez a minden, amit beazonosítunk azzal, hogy maja. Van olyan, hogy András, van Gizi Józsi, Tomi. És hogy gyakorlatilag ez egy identitás. Igen. Egy entitás, akinek van egy identitása. Tehát ez vagyok én. És én valahogy így tudom megfogalmazni, hogy akár testtel bíró, akár vagy fizikai testtel bíró, akár valami energetikai jelenség, uh-huh. akár, igen, mint testtel bíró lehet az autód. Pont erre gondoltam, kiszedted a fejemből, igen. Tehát, hogy például egy autónak is van egy kvázi valamilyen identitása, és több, mint a részeinek az egyszerű összessége, hanem az, hogy úgy összeáll, ahogy van, az egy entitás ad ki. És kvázi lehet vele kommunikálni. Uh-huh. És egy érdekes megfigyelés, hogy férfiak, akik hajlamosabbak elmerülni így műszaki dolgokba, és autót szerelni, és egyebek, azoknál sokkal többet romlik el az autó, és nagyobb küzdelmeik vannak vele, bár manapság már annyira bonyolultá váltak az autók, hogy nem nagyon tud egy átlag ember így derékig behajolni a motorházba, és ott valamit TMK-zni rajta. De ehhez képest nőknél, akinek mit olyan... Fogalma sincs, hogy hogy működik ez egész. Fogalma sincs, hogy működik, viszont beszélget vele, és aranytündér bogaram Rózsikának hívják a kis autómat, az kevésbé romlik el, és jobban tud működni, mert valamilyen módon zajlik egyfajta olyan kommunikáció, ami totálisan meghaladja. Meghaladja, igen, a kognitív, vagy a, ezt a logikus, racionális szintet. Igen. Ja, ja, ja. És igen, egy pont most olvastam, hogy egy barátunk, aki Indiában van, de közben itt működtet egy könyvelő céget, így elkezdett ráérzékelni valami cégnek az energiájára, és megjött, hogy hogyan tud annak segíteni, és nem feltétlenül könyvelés technikai dolgokkal, hanem energetikával, mert a cégnek az entitásával valamilyen szinten tudott kommunikálni. Na, akkor beszéljünk a különböző fajta entitásokról. Tehát beszéltünk olyanról, hogy van olyan, hogy autó, meg vannak olyanok, hogy ilyen cég, meg beszéltünk egy picit, említettük az ilyen energetikai tündéreket, ilyen természeti lényeket, és akkor vannak a halott rokonok, nagymamák, nagypapák, akárkik, meg jobbra-balra mindenféle, vannak ilyenek.
kik vannak még, kiket említhetünk még, mint entitások? Tehát például kommunikálhatunk egy lakással is entitásként, de kommunikálhatunk mondjuk egy bútordarabbal is, amit például az egyik ilyen oktatónk, egyik tanárunk, Gary Douglas, aki az Access Consciousness-nek az alapítója, ő zseniálisan csinál, mert tehát ő neki nagy, már régóta foglalkozik antik dolgokkal, butorokkal, meg ilyesmikkel, és létrehoztak egy csodálatos helyet Costa Ricában, amit El Lugárnak hívnak, és ott be kellett rendezni, és két helyet rendezett be egyszerre, van még egy kastély is Észak-Olaszországban, és bement egy ilyen hatalmas antik bútorokkal teli ilyen raktárépületbe, és akkor így ránézett az egyik oldalra, azt mondja, hogy, és ezt így mondta, hogy aki El Lugár, kastély, 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 El Lugár, El Lugár, El Lugár, nem, kastély, El Lugár, és így ment végig, és akkor tehát, hogy annyira ő neki már nincs kikockázva ez a kommunikáció, hogy szia, bútordarab, hova szeretnél menni, az El Lugárba, vagy a kastélyba, vagy egyik helyre sem, tehát, hogy így nem, ez már olyan szinten föl van gyorsulva, ez lelassítva úgy néznek ki egy átlag ember, hogy szia, bútor, jönnél velem? Igen. Igen? Nem. Oké, igen. Hova akarsz jönni? Olaszországba? Vagy Kosztarikába? És gyakorlatilag ezzel a módszerrel így azt mesélték, akik látták a dolgot, hogy egy max fél óra alatt végig söpört egy nagyobb antik üzletem, és ezt viszem, csomagolják be, és kiderült, hogy talán egy vagy két szék híján tökéletesen berendezte úgy mindent. A kastélyt, hogy nem volt egy lista, hogy hány darab ágy kell, hány darab asztal kell, ettől hanem így, pontosan annyi jött ettől össze. Ettől teljesen libabőrös vagyok. Mert egyébként a kastéllyal is beszélget. És amikor felajánlották neki a kastélyt, ugye nem volt rá pénze? Viszont megkérdezte, hogy ki tudja-e hozni belőle a legtöbbet, és a kastély mit szeretne. És hogy együtt teremt a kastéllyal. Nem az, hogy van egy kastélyom, és én irányítok mindent, hanem hello kastély, mit tudunk együtt teremteni, és hello bútorok, hogyan tudunk együtt teremteni. Eljutottunk oda, ahol az elején azt mondtad, hogy mi. Igen. Hogy igen, ő egy olyan domináns személy, aki választ és irányít, és egyebek, de úgy irányít, hogy közben vezetve is van. Vezetve irányít. És erről volt egy kurzus, ami erről szólt, és ez a tánc, valahogy valamilyen táncos hasonlat volt a kurzusnak a címe, ilyen telekol volt, három részes, hogy mikor hagyjad, hogy vezessenek, és mikor vezess te, vagy valami ehhez hasonló volt, nem emlékszem a pontos címére, de ez annyira szép ez a táncos hasonlat, hogy bár a táncban általában van egy személy, aki folyamatosan vezet, de itt meg egy olyan tánc van a Geri és a környezetében lévő dolgok között, hogy vannak helyzetek, amikor ő irányít és választ, de mindig abban a figyelembevételével, hogy mi az, amit szeretne a másik is. Tehát sose hagyja figyelmen kívül. És ez az, amikor már nem lehet elválasztani, hanem ez egy mi, már nem egy ő, meg de, én. De egy normál táncban is én mondjuk meg voltam győződve, és küzdök vele, hogy én egy falábú vagyok, pedig ez nyilvánvaló hülyeség, és még mindig várat magára, hogy elmenjünk táncolni, de legalább az elméletben jó vagyok.
Szóval biztos vagyok benne, hogy amikor egy normál tánc zajlik, azért ott is különbség van, amikor lakodalmas rángatósba a partnereddel letarolod a mint kuglibábukat, az összes jelenlévőt, vagy pedig odafigyelsz arra, hogy kik táncolnak körülötted, és hogyan, és odafigyelsz arra, hogy akit vezetsz ő hogyan tud mozdulni. Tehát mindenképpen egy oda-vissza, tehát aki vezet, az nem tud visszajelzések nélkül vezetni. Ja. Igen. Na, hogy kanyarodtunk el így az entitások? Tehát, hogy lehet beszélgetni a bútorokkal is, hiszen igen, itt őket is meg lehet szólítani, és egy csomó mindennel, igen. És hogy mik vannak még? Ugye ezt kérdezted, hogy akkor tündérek ez az. A tibetieknél például egy csodálatos ilyen mesevilág bontakozik ki, különböző lényeket írnak le. Azt mondják, hogy tehát ez inkább a tündér kategóriához tartozik, hogy a hegyeknek, a forrásoknak, a folyóknak a különböző lényei ott vannak, akikkel lehet kapcsolódni. Igen, de és azt is hozzátenném, hogy ez nem csak Tibetben lehetséges, hanem bárhol, tehát a természeti lények. Igen, csak tudom, hogy a példaként osztod föl, de hogy csak azért akarom kibontani, hogy mindenkinek nyilvánvaló legyen, tehát ne egy mesevilágként maradjon meg ez a dolog, hanem igazából, ha bárhol vagy, kilépsz egy épületből, és van ott egy darab fa, vagy egy fűszál, vagy ott van a föld, vagy tehát a levegő, a bokrok, tehát hogy ezekkel mind el lehet kezdeni beszélgetni, és nem csak a magukkal, a növényekkel, hanem az ott élő ilyen természeti lényekkel is, akik benne, rajtuk, körülöttük, át, keresztül, ide-oda, keresztül kasva vannak velük. Én azért említettem a tibetieket, mert ott vagyok ismerős, az, amiről egy kicsit többet tudok, de ugye az egész európai kelt a folklór, és valamennyire megvan a magyar is, leginkább a mesékben bukkan föl. Valahogy nálunk, mintha kiveszett volna, azt tudom, hogy a izlandi parlamentben megszavazták, hogy a tündérek, trollok is léteznek, meg... Ezt meg is szavazták? Igen, megszavazták, és hogyha jól tudom, akkor valahol brit szigeteken egy hatalmas követ szintén belevettek az utcába a házszámozásba, mert hogy az ott a tündérek otthona. Jaj, ez nagyon cuki. És sokkal inkább megőrizték bizonyos szempontból ezt a dolgot, még akkor is, hogyha egy kicsit meseként. És tudom, hogy ez annak, aki kívülről hallgatja, általában mesének tűnik, de mi van akkor, hogyha elkezdesz kinyitni, és úgy tekinteni mindenre, hogy oké, mi van, hogyha minden kommunikál velem? Mi van, ha nem zárom el magam? És hogy semmiképp nem érdemes egy olyasfajta kommunikációt választani, vagy várni, mint ami köztünk van. Nyilvánvaló, nem szavakkal, hanem a szavakon, vagy preverbális, vagy túl van, vagy korábbi, tehát, hogy így, igen, az jut eszembe erről, hogy ugye a gyűrűk urában ott vannak az entek, a fapásztorok. És mi a történet? Az, hogy oda mennek a hobbitok, és próbálják az enteket meghívni arra, hogy hát itt harcolni kell, mert jönnek az orkok, és fát vágnak, és gyertek ti is, védjétek meg magatokat, és jön az entek tanácskozása, és amikor ezek itt tűkön ülnek, és megőrülnek, mert annyira sietnének a háborúba, és akkor a estig megtárgyalják a dolgokat az entek,
és körülbelül odáig jutnak estére, hogy döntöttünk. Ja, jöttök háború? Nem. Döntöttünk. Ti nem vagytok orkok. És akkor mi ez a lassúság? És te szoktad mesélni, igen, hogy múltkor, amikor Nepálban sétáltunk fölfele a Manaszluhágújára, akkor ott igen, volt egy gyönyörű nagy fa. Találkoztunk egy hatalmas fával, hát találkoztunk így az egyik kanyarban, nagyon érdekes, mert így megvolt a helye. Tehát, hogy volt egy ilyen nagy, be kellett menni kicsit a hegy oldalba, és aztán vissza, és ott volt a fa. És annyira szép volt, és így ránéztünk, és van egy ilyen kifejezés, amit szoktunk használni az Access-ben, hogy királyfa. És a királyfa az annyit jelent, hogy úristen, beleborzongok, hogy elkezdek róla beszélni. Az annyit jelent, hogy van egy terület, aminek van egy kvázi királya, ami folyamatosan táplálja, és ő az uralkodója, ő az irányítója. Mandala közepe. Igen, annak a résznek, lehet így is kifejezni, hogy mandala közepe. És így ránéztem erre a fára, és úgy mondtam, hogy úristen, ez egy királyfa. Gyönyörű fa volt, annyira szép volt, hogy wow. És nagy volt, hatalmas is volt. És azt hiszem, ti mentetek így előre, én meg annyira így rácsodálkoztam erre a fára, hogy mondom, hát én itt egy kicsit így megállok, és mindegy, hogy egy kicsit lemaradok, vagy sem, de én nekem meg kell csodálnom ezt a fát, rá kell csodálkoznom, és egy kicsit beszélgetnem kell vele. És leengedtem a falaimat, és így elkezdtem vele kommunikálni, és megkérdeztem az egyik ilyen kérdés, amit föl szoktunk tenni egy csomó helyzetben, az Access-ben, hogy milyen hozzájárulás lehetek, és mi az, amit befogadhatok. És amikor mi az, amit befogadhatoknak, annak a kérdésnek a részeként föltettem azt, hogy mi az, amit meg tudsz nekem mutatni, milyen energiát, és egy annyira egy ilyen lassú energiát mutatott meg, és annyira csodálatos volt, mert ez az a fajta lassúság, ami nem egy negatív lassúság, hanem ebben van az évszázados létezése, vagy évezredes, vagy tehát az a nagyon hosszú létezése a fáknak, amivel túlélnek minket. És hogy nekik a nézőpontjaik teljesen mások, mint a miénk, mert milyen hozzájuk képest, milyen kis őrült, hektikus hangyák vagyunk, hogy és ő pedig egy csak nyugi. Nem vagytok orkok. Igen, hogy nem vagytok orkok. Vagy azok vagytok. Igen, igen. De hogy így, ja, az nagyon-nagyon szép volt megtapasztalni, és talán értékként is mutatta ezt a lassúságot, azt hiszem. Mi van akkor, hogyha most egy picit itt abba hagyjuk, és a következő részt innen folytatjuk, jó? És a következő héten majd innen bontjuk tovább. Van még esetleg egy utolsó mondatod, amivel így lezárnád ezt a részt? Igen, entek és fák és a hamariak kapcsán az jut eszembe, hogy a legtöbben, akik valamit szeretnének fölépíteni ebbe a világba, vagyont, bármi egyebet, általában sprintre próbálják venni a helyet, hogy egy hosszú távú maratonra számítanának, és mi van, hogyha megtanuljuk a fáktól azt, hogy hosszú távra tervezzünk, ahogy van egy jó pár Access-es facilitátorunk, példaképünk, akik nemhogy pár évre, életekre előre terveznek minden választásukkal, és ott van ez a lassú, biztos építkezés. Wow. Szóval mi van akkor, hogyha
az a lassúság, az nem feltétlenül lassúság, hanem mi van akkor, hogyha ez lehet egy kapcsolódás, egy olyan jövővel, ami túl van, ami akár még a mi testünknek az élettartalmán is túl van. Mert egyébként ugye a testünk is, meg mindenünk egybe van, tehát hogy energetikailag ezzel a bolygóval. Igen. Mi van akkor, hogyha az egész bolygóval kvázi gondolkodunk együtt, vagy energetikailag teremtünk együtt? Mint a nagypapám, aki úgy ütlette a diót, hogy abból ő nem fog enni, de én igen. Wow. Wow. És ettél belőle? Igen. Wow. Na, hát szerintem ez egy nagyon izgalmas rész volt. Hogyha érdekel belőlem még, akkor csatlakozzatok hozzánk jövő pénteken 2-kor, mert folytatni fogjuk az entitás témát. Úgyhogy örülök, hogy itt voltatok. Remélem, örültök annak is, hogy most András volt a vendégem. Ha nem, akkor én helyettetek is örülök. És találkozunk legközelebb, hogyha velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Hé, ne menj sehová! Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed, hasznos lenne másoknak is, köszönöm, ha megosztod Facebookon, vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcast-on, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni 5 csillagot, vagy véleményt, hogy mások is könnyen ide találhassanak. Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast.